ország, amely szembe megy Európával. Ez az az ország, amely önként akar orosz gyarmat lenni. Magyarország Európához tartozik, és ezen nem kívánunk változtatni. News coming out from Hungary these days very much remind me of my home country, Russia. Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország sorsára jusson hazánk, ahol újságírókat ölnek meg, mert kritizálják a kormányt, ahol olyan mértékű a korrupció, hogy a vezetőjük a világ egyik leggazdagabb embere, ahol dekriminalizálják a családon belüli erőszakot, és ahol a melegeket bebörtönzik. Kérem, én már a 80-as években a Kádár rendszerben is a nyugat ügynöke voltam, az imperialisták ügynöke. Például a civil törvényt, amely semmi másra nem szolgál, mint hogy ellenségképet generáljon a már megosztott társadalomban. Vagy a választási rendszerünket és parlamenti berendezésünket, ahol az ellenzéknek valós szerepe nincsen, csak hogy a demokrácia látszatát keltse. Minden kis soros ügynök, aki nem orosz ügynök. Titkos egyezményeket írnak alá Putyinékkal, amely eladósítja országunkat az elkövetkező 30 évre, és még közelebb visz az orosz kormányhoz, és még inkább nő az orosz befolyás. Ki az, aki ilyenkor a kormány ellen beszél? A hazáruló! With my own eyes, I saw how a country, within just several years, can turn into a harsh authoritarian regime. It doesn't happen overnight, it happens gradually, because they take away your liberty step by step, one by another, testing people every time. Would you say yes to these wrongdoings, or would you fight back? And maybe I'm naive, but I still believe that if we continue to fight and we never give up and we fight them all the way, we will still be victorious. Thank you. Спасибо. Köszönöm szépen. Küzdjétek le a félelmeiteket, és utána jön a polgári engedetlenség, amihez mindenkire szükség van. Hozzáteszem, hogy én azért az Európai Uniótól sem vagyok elragadtatva, és nem gondolom, hogy az ne szorulna rá komoly reformokra. Orbán Viktor viszont csak annyit lát, hogy ha ma hatalmát orosz szuronyokra építi, attól az biztosabb és tartósabb lesz. Akkor ő is kaphat annyi időt, mint Kádár János. Nem akarjuk, hogy egy új globális konfliktusban mi magyarok ismét az emberiség ellenségeinek oldalán találjuk magunkat. Hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A demokráciát pedig nem lehet fölülről irányítani, csak az emberek szívéből nőhet ki, és rendezheti be az élhető magyar életet. Boldog születésnapot, Fidesz! Köszönöm, hogy itt láttam!